Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Uzonyi Barnabás vagyok, a gyülekezetünknek a lelkipásztora is. A házasság hetébe léptünk, úgyhogy a házasságról lesz ma szó. De mielőtt bárki felállna, aki azt mondja, hogy rám ez még nem vonatkozik, vagy esetleg rám ez most nem vonatkozik, vagy már nem, hadd mondjam el, hogy nem tudjuk úgy megnézni a házasságnak az üzenetét, hogy ez ne legyen mindenkinek üzenet. És ez a vágyam ma, hogy Isten szóljon mindannyiunkhoz. Arra kérlek, hogy velem együtt gyere és imádkozzunk, mielőtt belekezdünk. Istenem, én hálát adok neked a te igédért, és köszönöm azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki hű megváltó vagy. Te egy olyan Isten vagy, aki ma akarsz hozzánk szólni. Szeretnék, Uram, azért imádkozni, hogy először is a saját szívünket most letegyük eléd, hogy ezt énekeltük is. Odaadjuk azt, és mindazt, ami a múltból, vagy a jövőből aggasztana, vagy csak gondolkodnánk rajta, azt most letesszük a te trónod elé. És ezt az időt most ott akarjuk veled tölteni. Rád akarunk figyelni. Azt akarjuk, hogy te szólj hozzánk. És kérem azt, Uram, hogy legyen a te beszéded nagyon tiszta, nagyon egyenes hozzánk, és add, Uram, hogy ne csak megértsünk valamit az elménkben, hanem a szívünkbe zárva meg tudjuk azt cselekedni. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. Királyok életével foglalkoztunk már egy jó pár hete Fejedelmi leckék címmel, és egy királynak a házasságába fogunk most belenézni. Egy fejedelmi házasság címmel. A házasság az jó vagy rossz? Ez nem a költői kérdés volt. Egy ember már azt mondta nekem, hogy jó. Tehát jó a házasság? Jó. Az az egy, aki mondta, az vőlegény. Úgyhogy ő valamit sejt abból, hogy ez jó lesz. Így van. Honnan tudjuk, hogy jó a házasság? Isten mondta. Ő volt az, aki azt mondta, hogy ez kell. Nem mi javasoltuk. Nem azt olvassuk az Ószövetségben, hogy Ádám vakarva fejét gondolkodott, hogy hogyan hozza fel a témát Istennek. Hogy ő nagyon örül a flamingónak, meg gyönyörű a, nem tudom, a farkas, de ő érzi, hogy valami hiányzik. Nem Ádám mondta ezt, hanem Isten mondta azt, a sok-sok jó után az első nem jó mi volt? Nem jó az embernek egyedül lenni. Pedig nem is volt egyedül, nem? Ott volt az egész állatsereg, ott volt az Istennek a jelenléte, nem? Hát Ádám az Istennel sétált és beszélgetett. Mégis azt mondta az Isten, hogy alkotok egy hozzáillő segítőtársat. És azt mondja, hogy ezért elhagyja a férfi apját és anyját is, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Tehát az Istentől tudjuk, hogy ez egy jó dolog, mert ez tőle jött. És egy érdekes dolog, hogy ez egy olyan kapcsolati rendszerünk. Ez egy olyan ajándék az Istentől, ami még a bűneset előttről származik. Egy darab édenkert lehet az életünkbe, ha jól működik, de az is igaz sajnos, hogyha nem jól működik, talán sejted a folytatást, egy darab pokol lehet az életedben. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy mit mond erről Isten. És az a király, akinek az életébe belenézünk most, Dávid király. Nem tudom, mennyire ismerős a neve, ha még nem sokat olvastad az Ószövetséget, valószínűleg Dávidot azért tudott kötni valakihez, Góliáthoz. Igen, ő volt az a Dávid, aki legyőzte ezt a Góliát hatalmas nagy harcost. Ő volt az, aki egy olyan király lett, akiről azt mondja az Isten, hogy a szívem szerint való férfi lett ez a Dávid. Na, az ő életébe fogunk belenézni, és amennyire hatalmas győzelmeket és tényleg dicsőséget élt át a csatamezőn újra és újra ez a Dávid, néha akkor a bukásokat kellett átéljen a saját életében, a családjában, a gyerekeinél, és most bele fogunk látni a párkapcsolatába. Sámuel könyve ír róla, hiszen Sámuelnek nagy szerepe volt az ő életében, és egy nagyon érdekes rész a 11. fejezet, de mielőbb oda lapoznánk a 11-es fejezethez, hadd mondjam el, hogy jutunk el ide. Olyanokat olvasol előtte, a Sámuel második könyvének az első 10 fejezetében, hogy végre Dávid egész Izrael királya lesz. Ez egy óriási esemény volt, hiszen éveken keresztül bujkált, menekült a régi bukott király elől, Saul elől, nagyon sok nehézsége volt, filiszteusokhoz ment, idement, odament, bolondnak tettette magát, Adullám barlang, rengeteg mindent át kellett tégy, és eljött az a fejezet cím, hogy végre Dávid egész Izrael királya lett. Fantasztikus. Aztán ilyeneket olvasol, hogy Dávid a frigyládát Jeruzsálembe hozzatja, mert előtte meg azt olvasod, hogy Dávid Jeruzsálemet megteszi Izrael fővárosának. Szóval úgy látszik, hogy minden gyönyörűen alakul végre, ugye? És akkor megjön a frigyláda, hatalmas ünneplés, Dávid győzelmeiről fogsz olvasni egy nagyon hosszú fejezetet, aztán arról fogsz olvasni, hogy, hogy asszírok, ammóniak megtámadják összefogva Dávidékat, de Dávid megy, és fantasztikus győzelmet arat. 700 harci lovas katonát és 40 000 gyalogost leküzdenek, megölnek, újabb győzelem, újabb győzelem, újabb győzelem, minden szárnyal felfele, és úgy tűnik, úgy látszik, hogy minden jó, és Dávidnak nem csak a győzelmeit írja le, hanem az erkölcsi győzelmeit is, például, hogy az előző bukott királynak a fiáról gondot visel, Mefibósetről. Tehát úgy látszik, hogy ez a Dávid, ez nagyon egybe van, nem? Nagyon a helyén van. Jól mennek a katonai dolgai, jól megy, úgy látszik, hogy a szíve rendben van, az Istennek még templomot is akar építeni, de mondja neki, ez majd nem te, ezt majd más fogja megtenni, de látod Dávid szívét, hogy teljesen jó, nem? Teljesen minden a helyén van. Győzelmek vannak, erkölcsi győzelmek vannak. És akkor most lapoz velem együtt a 11. fejezethez, tehát Sámuel második könyvének a 11. fejezetéből fogom azt olvasni. Egy nagyon érdekes mondattal indul, ami így szól, hogy az esztendő fordulójakor pedig, mikor a királyok hadba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot, és vele a szolgáit és egész Izraelt, hogy veszítsék el Ammon fiait, és szállják meg Rabbá városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. Ebben semmi különös nincs, vagyis nem lenne, hogyha nem ismerted volna Dávidot korábbról. Dávid egy olyan katona volt, egy olyan harcos volt, aki soha nem hagyott ki egy csatát. Mindig elölment, mindig az első sorban, és mindig vívta ezeket a harcokat az Istenért. És képzeld el, hogy a katonák is összenézhettek, nem? Hogy ez most mi történik. Tehát most van az az időszak, ez egy furcsa korszak volt a történelemből, tehát itt megvoltak az idők. Ez most annak az ideje, amikor a királyok harcolnak. Tehát mondjuk azt, hogy na mindjárt jön az április, és akkor menjünk háborúzni. Tehát valami ilyesmi volt ez. És eljött ez az idő, Dávid tudta, hogy hova kellene mennie, de nem tette. És azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben maradt. Nagyon sok oka lehet ennek, nem akarunk a sorok között mindig beleolvasni dolgokat, de nem volt ott, ahol lennie kellett volna. És egy nagyon fontos dolog, ami már a házasságnak egy nagyon-nagyon fontos alappillére. És ezt tudod alkalmazni akkor is, ha még nem vagy házas, vagy ha Isten most téged úgy vezetett, hogy mondjuk egyedülállóként éled az életedet, vagy már özvegy vagy. Ezek olyan üzenetek, amiket minden élethelyzetedben meg tudsz élni. És az egyik ezek közül az, hogy életek és birodalmak soha nem egy nap alatt mennek tönkre. Soha nem egy nap alatt. Vannak nagy bukások, vannak nagy tragédiák, amik meghatározó pillanatokban történnek, de házasságok, családok, életek nem egy nap alatt mennek tönkre. És nem egy nap alatt építjük fel őket. Dávid életében látni fogunk nagyon sok apró jelet, amik magukban nem lettek volna égbe kiáltó dolgok, de amikor ezek összetevődtek, szépen, lassan, lassú víz, mit mond a gyönyörű magyar nyelvünk, partot mos. Lassú víz, partot mos. És hadd mondjam újra azt, hogy egy nagy hazugság azt gondolni, hogy az apró pozitív dolgoknak nincsen pozitív hatása az életünkre, és nagy hazugság azt gondolni, hogy az apró negatív dolgoknak nincsen negatív hatása az életünkre nézve. Pedig úgy tűnik, hogy nem. Tehát ugye valamit nem tudom. Maradjunk a házasság család témánál. Mondjuk tudod azt, hogy most lenne időd arra, hogy nem tudom, időt tölts a feleségeddel, férjeddel, vagy a gyerekeiddel, és valamiért lemondod. Beválasz még egy plusz munkát, vagy nem tudom, inkább elmész szórakozni a barátokkal, vagy bármi, lemondod. Hazamész este, és mit látsz? Azt látod, hogy leesett a csillár a plafonról, a fürdőkát ki van fordítva a helyéről, a két gyereknek már gipsz van a lábán, a feleséget félholtan fekszik. Ezt fogod látni? Jó esélye nem. Jó esélye hazamész, és úgy látszik, hogy minden a helyén, a csillár a helyén, a kád a helyén, a feleséged lehet kicsit mérgesebb, mint amúgy, de minden a helyén. Nem történt semmi. Semmi nem történt. Ez egy óriási hazugság, amikor azt gondoljuk, hogy nincsenek következményei a vetéseinknek. Képzeld el azt, amikor ugye a vizet odarakod forni. És rákapcsolsz gázra, megy egy jó ideje már, és azt mondod, hogy ez nem is fog felforni. Mekkora ostobaság, mekkora hazugság, hogy én elhittem, hogy ez a víz fel fog forni, és lekapcsolod. Nem történt semmi. Azt mondták, fel fog forni. Nem ford fel. Miért nem láttam, hogy felfort? Mert nem érte el a mennyit? 100 Celsius fokot. Mert úgy így van kitalálva, hogy 100-nál felforr a víz. 90 foknál felforr? Nem. 9 foknál lekapcsolhatod, és mondhatod, hogy ez mekkora egy hazugság, hiába van itt a gázon a víz, nem történik vele semmi. Hiába rakom bele az energiát, hiába semmi nem történik. A folyamatoknál vannak áttöréspontok, mint a víznek a forráspontja, amikor valami látható lesz az életünkbe. De megelőzi azt az a hűség, az a kitartás, amit teszel a meggyőződéseidből. És hadd mondjam el, hogy nagyon fontos az, hogy mit teszel minden egyes nap az életedben. Hadd mondjam újra azt az idézetet, amit már hallottatok tőlem egy jó néhányszor, de nem baj, hadd halljuk még egyszer. Azok a dolgok, amiket senki nem lát, eredményezik azokat a dolgokat, amiket mindenki akar. Jézusnak az ereje abban volt, azokban a dolgokban, amit nagyon kevesen láttak. Hogy a reggel felkelt és elment az atyával beszélgetni. Hogy este nem aludt és elment az atyával beszélgetni. Ahogy újra és újra mondta azt, hogy engem most el fogtok hagyni, de nem vagyok egyedül, mert az én atyám velem van. Ez volt neki az az erőforrása, ami hozta azt az erőt, amit mindenki akart és amit mindenki látott. És a házasságodban, a családodban is azok a dolgok, amiket kevesen látnak, hozzák azt az eredményt, amit mindenki akar. De menjünk egy kicsit tovább. Mi történik a folytatása? Nem fogok mindent szóról olvasni, mert nagyon hosszú a történet. Az történik, hogy Dávid éjszaka közepén fent sétál a palota tetején. Ebből következtethetünk arra, hogy nem azért maradt otthon, mert sokkal fontosabb dolga volt, mert akkor azért van egy sejtésem, hogy egész nap sokkal fontosabb dolgokkal foglalja el magát, akkor mit csinál este? Alszik egy jót. Dávid otthon marad, és este sétálgat a palota tetején, és nézegeti a népet, ki mit csinál éppen, és azt olvassuk, hogy meglátja Becsabét, akiről leírja a történetíró nagyon szépen, hogy akinek igen szép alakja volt. Tehát egy nagyon szép nőt, aki kint fürdőzött az éjszaka közepén. Nem akarom befeketíteni Becsabénak a történetét, de el tudom képzelni, hogy ő sem volt teljesen ártatlan a történetben. Ahogyan ott a palota, pont belátni ide hozzám, és itt én fürdőzök este, ott sétál Dávid. Tehát, hogy értjük, hogy azért nem biztos, hogy teljesen rendben volt az ő részéről is ez a történet. De mindegy, nem mondja a Biblia, hogy ez volt csak egy sejtés. Dávid meglátja, megkívánja. Meglátja, megkívánja. Nagyon sokszor így működünk, nem? Meglátunk valamit, a szemnek a kívánsága, és ezzel még talán semmi baj nem lett volna. Dávid magához hivatja. Közlik vele, hogy ki ő? Ő az Úriásnak a testvére? Felesége. Itt lett volna az a pont, amikor azt mondhatta volna Dávid, hogy azt a mindenit, hát erre nem gondoltam. Ahogy a kisfiam mondaná, 1000 kutya meg macska rúgja meg egymást, hogy neki már van férje. Pedig milyen szép, de jó feleség lett volna pedig belőle. De mindegy, már van férje, hát akkor... Vannak szabályok, amiket én se fogok most átlépni, mert ez az Istennek a parancsolata. És Dávid elmegy és alszik egy nagyot. Ehelyett ezzel nem törődve magához hívatta és vele hált. És aztán amit akart, azt megkapta. Itt megint egy fontos dolog. Meglátok valamit, megkívánom, akarom. Mikor? Most, hogy az enyém legyen. Férfi akar hús. És vannak ösztönök. Dávidnál is voltak ezek. És ott kellene legyen a Szent Lélek, Istenek Szent Lelke szelleme, aki egy új teremtés kimunkál bennünk, és azt mondjuk, hogy most már férfi akar mást. Férfi akar Isten. És akarom az Istennek a dicsőségét az életembe. És azok, amik az óembernek a cselekedetei, azt mondja Pál, azokat megöldököljük. Mert meghaltunk a bűnnek, és élünk az Istennek. És itt Dávid belement ebbe a dologba. És nézze, mi történik, az egyik bűn hozza magával a másikat. Kiderül, hogy ebből baba lesz. Ma lehet úgy olvasnánk ezt a történetet, egy mai kontextusban egy politikus megkívánt egy, nem tudom, divatmodellt, és magához hivatta, lett egy baba, gyors megoldás, tüntessük el a következményeket, abortusz, megvan oldva, minden, ne derüljön ki semmi. Dávid kicsit más módot választott, azt mondta, hogy ezt el kell tusolni, hogyan lehetne ezt gyorsan, okosba elintézni. Haza hivatja Úriást, ugye ennek az asszonynak a férjét, hogy hát hívjuk már haza, már leírta a krónikás, hogy az asszony milyen nagyon szép, ha hazahivatjuk azt a katonát, a csatáról, régóta nem volt itthon, csak meglátogatja a nejét, akkor meg azt mondják, hogy na nézd, a Úriásnak babája születik, 8 hónap, 3 hétre, nem baj, kicsit hamarabb jött a drága. És nézem, mit csinál Úriás. Látjuk Dávidot, akinek nagyon a helyén kellett volna lennie, és kezd egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedni, és jön egy Úriás, egy egyszerű katona, aki hazajön, és Dávid mikor mondja, hogy na, jó volt veled most találkozni, kicsit kifaggattalak, mi van a fronton, most menjél kicsit haza. És azt mondja ez az Úriás, hogy hogyan mehetnék én haza? Mikor Istennek a népe kint tanyázik a csatamezőn, én hogyan tehetném ezt? Hogyan gondolod, hogy én ilyet tennék? Érzünk benne azért egy nagyon egyszerű dolgot, nem? Kis üzenet Dávidnak, hogy én hogyan lehetnék otthon? Zárójelbe, Dávid, te hogy vagy most éppen itt jeruzsálemi nyaralódban, mikor Isten népe kint tanyázik a csatamezőn? De nézd meg azt, hogy Úriásnak milyen jelleme volt. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békességbe. Megvoltak nála azok a pontok, mikor azt mondja Dávidnak, hogy az életemre és a lelkemre mondom, hogy nem teszem ezt. Egy újabb nagyon fontos fejedelmi lecke a házasságról. Azok a pontok, azok a határvonalak, amikre azt mondod, hogy én nem fogom ezt megtenni. Nem fogok ilyet tenni, soha. Az életemre és lelkemre mondom, hogy nem teszem azt, amit kérsz tőlem, Dávid. Pedig a királya mondja neki. És Dávid átlépte a határait, átlépte a kereteit, Úriás pedig nagyon erősen meghúzta maga körül, és azt mondta, az életemre és lelkemre mondom, hogy nem fogom ezt megtenni. Pedig nem egy bűnre hívta volna, csak valamire, amire azt mondta Úriás, hogy hogyan tehetném azt, amikor az Istennel ez van. Én a prioritásomban feljebb raktam Istent, és ő van a csúcsok csúcsán, és megvan a szerepe a házasságomnak, de most én az Istenért teszek valamit. Dávid ezt elvesztette ebben az esetben, ebben az élethelyzetében. És nézem, mi történik, bűn bűnt szül, a folytatásban azt olvasod, hogy Dávid tovább okoskodik, hogy hogy intézzük ezt el. Írat egy levelet, lepecsételi, kinek adja oda? Odaadja Úriásnak. Úriás, vidd el ezt a levelet a hadseregparancsnoknak. Meg tudod, mi van leírva abban a levélben? Ezt, hogy fogjátok ezt az Úriást, rakjátok be oda, ahol a legkeményebb a csata, menjetek előre, közel a várfalhoz, aztán gyorsan vonuljatok vissza, őt hagyjátok ott, hogy megöljék. Úriás viszi ezt a levelet. Még csak ki se bontja, hanem odaadja a hadsereg parancsnoknak, aki ezt elolvassa, és végrehajtják. Úriás meghal. Hozzák a hír Dávidnak, hogy hát sajnos oda veszett néhány ember, köztük Úriás is. Tudod, mit mond Dávid? Nem nagy ügy. Ilyen a háború. Egyszer a fegyver az egyiket, máskor a másikat találja el. Látod, hova süllyed Dávid? 10 fejezetet olvastunk a győzelmeiről. És amikor elindult egy spirálba lefelé az élete, rá se ismersz, nem? Rá se ismerünk. És aztán magához veszi majd Becsabét, és aztán jön valaki, akit úgy hívunk, hogy Nátán. Nátán egy fantasztikus ember lehetett, akinek Isten kijelentette azt, amit Dávid csinált. Oda megy Dávidhoz, és választotta volna azt a modellt, hogy Dávid, te utolsó, szégyentelen féreg, hát te mit tettél? Ehelyett mond neki egy példázatot, amiben Dávid magára ismer. És elítéli a példázatban a bűnös embert is. Nátán annyit mond neki, hogy Dávid, te vagy az az ember. És mi a folytatás? A folytatás az, hogy az Isten helyreállítja Dávidot. És itt megint egy fontos üzenet a házasságban, és a házasság előtt és után. Van az életünkben időszak, amikor Isten helyre kell, hogy állítson minket. Vannak dolgok, amiket elrontunk. És vannak emberek, keresztények, akik soha nem tudnak megbocsátani maguknak. Mindig úgy gondolnak Istenre, hogy Isten amúgy még mindig neheztel rám. Valamit elrontottam, és biztos újra fel fogja ezt nekem emlegetni. Tudod, mit mond az Isten? Azt mondja, hogy bűneitekről többé meg nem emlékezem. Bűneitekről többé meg nem emlékezem. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy hol van Dávidnak meg Becsabénak a története. Gondolkodtam, hogy várjál, 2 Sámuel 10 vagy 15 is. Így rám nézett, és azt mondta, a kereszten. A kereszten van az ő történetük. És tudod, mi ebből a nagyon nagy üzenet? Dávid nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély és nagyon őszinte bűnbánatot tart. Isten nagyon összetöri őt. Megállította őt. De azt is elmondja neki az Isten, hogy Dávid, te megvetettél engem, amikor lefeküdtél Becsabéval. Ez egy érdekes dolog, nem? Azt mondja az Isten, megvetettél engem, amikor lefeküdtél Becsabéval. Nem azt mondja Isten, hogy miért vétettél Úriás ellen, miért vétettél ellenem, amikor ezt tetted. És azt mondja neki, hogy megbocsátok neked, Dávid, helyreállítalak. de ennek a gyermeknek meg kell halnia. És ez megint egy nagyon-nagyon erős üzenet. Szülők vétkéért gyerekek fizetnek. Nagyon erős, és sajnos nagyon igaz manapság. Hogy amikor felnövünk, akkor nagyon sok mindent kapunk a szüleinktől pozitív és negatív irányba. Ha szülő vagy, akkor érzed ennek a felelősségét. Hogyha nincs az Istennel egy jó kapcsolatod, ha nem engeded azt, hogy a képére formáljon, akkor a saját képmásodra fogod formálni a gyermekeidet. A saját hibáidat fogod beleépíteni a gyermekeidbe. Borzasztóan megijedtem, mikor láttam az egyik jellemhibámat visszaköszönni tükörben egy 3 éves kisfiú száján. És azt mondtam, hogy nem. Istenem, eddig ezt nem láttam elég komolynak, kérlek formálj engem, mert nem akarom erre formálni ezt a fiút, hanem arra akarom formálni, amilyen te vagy. És nem akarom, hogy ő igye meg a levét annak, amit nekem kellett volna elengedjek. És meghal ez a gyermek. Dávid nagyon meggyászolja. Aztán Isten megvigasztalja őket, és ad Becsabének egy új gyermeket. Tudjátok, hogy hívják őt? Salamon. Ismerős az ő neve? Salamon. Dávid után az egyik leghíresebb király. Óriási bölcsességgel ruházta fel Isten, és tudod, mit mond róla a Biblia? Isten pedig szeretetébe fogadta Salamont. És tudod, mit csinál Dávid? Azt olvasod, Dávid fogja ezt a Salamont, és rábízza valakire. Tudod, kire? Nátánra. Nem tudom, hogy kóstolgatod-e ezeket a mondatokat. Van valaki, te vagy Dávid, oda jön hozzád valaki, és nagyon beolvas neked. Nagyon keményen szembesít a bűnöddel. Kőkeményen, életed egyik legnehezebb pillanatában. Azért neheztelhetnél rá egy kicsit, nem? Hogy úgy meglátnád Nátánt, Nátán, megint ott megy Nátán, te jóig, csak kerüljük el nagyba. Nátán nagyon tisztán elmondta, hogy Istennek mi a véleménye Dávid és Becsabé kapcsolatáról. Nagyon kemény volt ebben. De nagyon kemény volt a helyreállásban is, és Dávid pedig fogta ezt a gyereket, akit az Úr a szeretetébe fogadott, és oda bízta Nátánra. Elképesztő történet. De mit tanulhatunk ebből mi a saját életünkben, a saját házasságainkra nézve? Először is azt, hogy a házasságok veszélyben vannak. Mindegyik. Nem mondhatod azt, hogy az én házasságom az kikezdhetetlen. Mi annyira, mi nagyon jók vagyunk, velünk soha semmi rossz nem történhet. Nézd meg Dávidnak az életét. Így ment felfel az élete. Amíg talán büszke lett magára, nem tudom. Elkényelmesedett? Nem tudom, de nem volt a helyén. És elkezdett az életen lefele menni. És tudjuk azt, hogy mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Fontos ezt nagyon tisztázni. Jakab 1-ből elmondja, ne gondoljátok, hogy Isten kísért titeket. Nagyon fontos megértenünk, mert Isten senkit sem kísért, mert mi jön tőle? Mit mond Jakab? Minden tökéletes ajándék, és minden jó az az Istentől származik, akiben nincs a változás, nem még árnyéka sem. De ne gondoljuk azt, hogy ő akar minket elgáncsolni. De azt mondja, mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A kísértés megfogva bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Valahogyan téged is az ellenséget megpróbál tönkretenni. Azt mondja Pál az ördögről, hogy az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk. Nem ismeretlenek. Tudjuk, mit akar. Azért jön, János 10:10, azért jön a tolvaj, hogy öljön, lopjon, pusztítson. 3 dolgot tűzött fel a napi rendjére. Amikor megtartja a démonoknak a reggeli vizitet, figyük, ma is 3 fő célunk van. Ölni, lopni, pusztítani, hajrá! Ez a 3 céljuk van. Ez nem változik. Ugyanezt akarja. Megpróbál téged is megtámadni, hogy meglopjon, hogy megöljön és hogy elpusztítson. Téged, a házasságodat, a családodat, a gyülekezetet, mindent. Mert ezért jött. De tudod, miért jött az Istennek a fia? Azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerombolja, és ezért folytatja János 10:10-ben Jézus, hogy én viszont azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt, bővölködő életetek legyen. Ezért jött az Istennek a fia, és azt mondja, hogy az össze fogja törni a lábunk alatt a sátánnak a munkáját. És lehet ma azt mondani, hogy jaj, ma a sátán hogy tombol, mennyi házasság tönkre megy, mennyi minden történik. Az egyház lába alatt kellene, hogy összetörjön a sátának a munkája, mert Jézus lerombolta. És itt van az az erő egyedül a világban, ami helyreállít házasságokat, ami megment házasságokat, amire azt mondhatjuk, hogy tudunk előre menni, és nem az fog győzedelmeskedni, amit az ellenség talált ki, Mert egyetlen fegyver sem lesz jó szerencsés, amit ellened alkottak. Mert ez az örökség az Isten félőknek. És ezért mondhatod azt, hogy az én házasságomból nem eszel. Abból nem. Gyere, ha mersz, de az élő Istennel fogsz találkozni. Nem tőlem fog megijedni, nehogy félreértsétek, hanem az élő Istentől. De tudnom kell azt, hogy nem lehetek öntelt. Nem mondhatom azt, hogy a miénk az jól működik, az megy szépen, nem kell azzal foglalkozni, hanem oda kell figyelj az életedre. Oda kell figyelj a házasságodra. Oda kell figyelj arra, hogy ez az Istennek egy nagyon fontos kincs, amit adott nekünk. Nagyon sok ember áldozta már fel a házasságát a szolgálat oltárán. Mert a szolgálat az egy szent dolog, ugye? A házasság az, hát az majd, ott minden belefér. Hadd mondjam el, hogy Isten adta a szolgálatot, és Isten adta a házasságot is. Nem lehet egyik romjaira felépíteni a másikat. Rettentően sok lelkész, szolgáló, misszionárus házassága ment tönkre a szolgálat miatt. Mert próbálták az egyik romjaira a másikat felépíteni. De hadd mondjam el, hogy Isten mindkettőbe gyönyörködni akar. Egy tőle megáldott házasságban, és egy tőle megáldott szolgálatban az életedben. Ez az egyik, amit meg kell tanuljunk. A másik, egy nagyon fontos dolog. Úriás életéből. Látod ezt a férfit? Látod azt, hogy mennyire egyenes, nem? Hogy megvolt benne az az engedelmesség nyilván a királya felé, hogy amit kértől ezt megtette, de megvolt benne az a gerinc, ami miatt ő egyenesen állt. És azt mondta, hogy én ilyet az életemre, a lelkemre, hogy nem teszek. Nem fér bele. És ma, amikor minden határt próbálunk kicsit kiradírozni, hogy még ez is, az is belefér esetleg, akkor kell ez az úriás ember, aki azt mondja, hogy az életemre és a lelkemre mondom, hogy nem teszek ilyet. Egyszer nagyon felbosszantottam egy fiút, eljött az ifire, és kérdezte tőlem, hogy Barni, figyelj már, engem érdekel ez az egész, hogy hogy gondolkodtok erről, hogy tegyük fel, hogy megcsalod Magdit. Nem. Jó, de csak most tegyük fel. Nem. Jó, na értsed már csak, tegyük fel, hogy meg fogod csalni. Mondom, nem. Nem fogom feltenni. És nagyon mérges volt, de direkt provokáltam, mert akartam elmondani, hogy az életemre, a lelkemre mondom, hogy nem fogok ilyet tenni. És nem Magdi miatt, elsősorban, hanem az Isten miatt. Mert az, amit Dávid tett, tudod, hogy fejeződik be az a fejezet? A 14. fejezet, lapozz a legvégéhez. Leírja ezt az óriási bukását, az utolsó mondat, ez a dolog nem tetszett az Úrnak. Dávid mindent megtehetett volna. Senki nem szólt volna be neki. Hát ő volt a politikai, a vallási, a despotikus uralkodó, minden ő volt. De volt egy valaki, aki azt mondta, hogy nekem ez nem tetszik. És ez az Isten volt is. Az Isten miatt mondhatja Úriás azt, hogy az életemre és a lelkemre mondom, hogy nem teszem ezt meg. Kellenek az ilyen alapok, az ilyen körök az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy ebből nem engedek, ebből nem lépek ki. Bármi jöhet, bármi történhet, ezt nem engedem el. És egy harmadik pont, amit szeretnék aláhúzni, ez pedig Istennek a megbocsátása. Dávid nagyon mélyre zuhant, de még Isten mindig azt mondja róla, hogy a szíve szerint való férfiú. És nagyon sok mindent átél még ezután ez a Dávid az Istennel. Soha többé nem emlegette fel neki Isten ezt az esetet. Soha többé. Egyszer se. Salamonon keresztül Isten megáldotta majd a népét sokáig. Bekerülve Jézus vérvonalában olyan áldást hozott, amit el se tudott volna akkor képzelni. És hadd mondjam el neked ma, hogy az Istennek van megbocsátása. Akkor is, hogy elrontottál dolgokat, hogy elrontottál a házasságodban, vagy teljesen más területen, és telve vagy vádásokkal, hadd mondjam el, hogy a te bűnöd nem a 2 Krónikákban van megírva, hanem a keresztre lett felszegezve. Mert azt mondja a Kolossi Levélben az ige, hogy az az adós levelet, amely téged, engem és Dávid királyt vádolt, az Isten fogta, és felszegezte a keresztre. Oda rakta. Ez volt az ár, hogy megszabaduljunk az adós levelünktől. Egy nagyon hosszú lista volt rólad meg rólam. Minden mulasztásunk, minden bűnünk. Oda szegezte a keresztre. És azt mondja, hogy többé azokról említést nem teszek. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire vetem el a ti vétkeiteket. Olyan fehérek lesztek, mint a hó, mondja az Isten a népének. Ez a megbocsátás. És erre hívlak ma. Először is, hogy tudd ezt elfogadni Istentől. Nemrég beszélgettem valakivel, aki 17 éve nem tudott megbocsátani egy dolgot, amit ő maga tett. És 17 éve önmagával haragba van, szégyenben van, bűntudatban van, és megvan arról győződve, hogy bármikor jövök az Isten színe elé, ő így lát engem. Ezen a bűnön keresztül. És meg kellett kérdeznem, hogy jó, most tegyük félre az érzelmeidet. Mit mond a Biblia? Mit mond az Isten arról, mikor megvallasz neki egy bűnt? Azt mondja, hogyha megvalljátok bűneiteket, hű és igaz ő, hogy megtisztítson titeket, és megbocsásson nektek. Ezt mondja, hogy megtisztítson minden gonoszságtól, és megbocsásson nektek azokat. És azt gondoljuk, hogy Isten olyan, mint a magyar ember, nem? Mondjuk ezt, hogy a magyar ember milyen megbocsát? No, de nem felejt. Hadd mondjam el, hogy a magyar ember akkor nem bocsát meg. Mert az igazi megbocsátásban ott van az, hogy elengedem. És az Isten pedig igazán bocsát meg neked. És ezért azt mondja, hogy többé arról meg nem emlékezem. Hadd hívjalak arra viszont, hogy ezt el tudtad fogadni, ezt a megbocsátását az Istennek. Akkor arra kér téged, semmi többre, csak hogy add tovább. Csak hogy add tovább a másiknak. Különösen a házastársadnak. Néha fantasztikus listákat tudunk készíteni a másikról, nem? Úgy fel vagyunk tárazva, tele vagyunk rakva raktárakkal, mindenféle lőszerrel, lőporral, hogy a másik belén kereszt egy golyót, azt mondjuk, na jó van, ezt kapt ki, most jön az én shotgunom, és tudod te meg mit csináltál is? Lőjük szét a másikat, ő meg akkor elővesz egy váról indítató rakétát. Na jó, akkor előhozom azt, amit tudod, mit csináltál. Igen, akkor még beülök a tankomba. És emlékszel arra a nőre? Ó, igen, te meg emlékszel arra? És akkor megy oda-vissza egymás megsemmisítése. Közben észre se vesszük, hogy néhány félholt gyerek fekszik körülöttünk, akik ennek tanúi, ugye? És azt gondoljuk, hogy erre hívott el minket az Isten. Hogy behajtjuk a másikon az adósság levelét. És közben az Isten bekopog nekünk a tankba, és azt mondja, kicsit nyisd ki. És azt mondja, azzal ugye tisztában vagy, hogy az ő bűnét is felvittem a keresztre. Úgy, ahogy a tiedet. Ugyanoda. Nem szeretlek téged jobban, mint őt. Azt ugye érted? Annyira nehéz volt ezt elfogadnom. Hogyha vannak emberek, akik nekem mondjuk nem szimpatikusak, vagy nehezebb nekem szeretni őket. Isten ugyanúgy szereti őt, mint engem. És mondom, komolyan? Igen. Tehát biztos? Biztos. Az ő szeretete, az állandó, feltétel nélküli agapé szeretet. És annyit kér, hogy engedd, hogy ez a házasságodban megjelenjen. Hogy amikor elő tudnád venni még egy töltényt, és azt mondod, hogy na ez most egy olyan fejtalálat lesz, hogy kész, akkor azt mondod, hogy elengedem, és eldobom. És nem emlegetem fel. Nem kerülök jobb pozícióba. Nem adom be azt a jobb horgot neki. Mert nekem megbocsátottak. Én is megbocsátok. És hadd mondjam el, hogy Isten ezt nagyon komolyan veszi. Nincs még egy terület, amiről ennyire keményen beszélne. Amikor azt mondja Jézus, ha ti nem bocsátotok meg embertársaitoknak, hogy folytatja? Nektek sem bocsát meg mennyei atyátok. Érezzük, hogy ez egy nagyon-nagyon kényes terület, mert Isten mindent a megbocsátásra rakott fel. Ezért a megbocsátás elutasítása megbocsáthatatlan. Megbocsátatatlan, ha nem fogadod el a megbocsátást. Nem tudsz vele mit kezdeni akkor. Mert ő úgy mentett meg téged, hogy semmit nem tudtál letenni az asztalra. Semmit. És azt mondja, hogy tudod mit? Mondd egy példázatot a népének. Azt mondja, úgy láttalak téged, mint a vérben fagyva, összetörve egy parázna nő. Odaálltam melléd. Pedig elhagytál engem, és azt mondtam neked, hogy maradj életben. Kezelésbe vettelek, megtisztogattalak. Új ruhát adtam rád, és tudod, mit csinált a példázatban ez a nő? Újra elment paráználkodni. És tudod, mit csinált az Isten? Újra visszafogadta őt. Nem az érdemeimért. Húsás könyvébe azt mondja Húsásnak, szeresd azt az asszonyt, aki parázna nő lett, és aki elhagyott téged, hogy megértse a népem azt, hogy milyen az én szeretetem irántatok. És azzal hadd fejezzem be, hogy amikor Isten megenged nekünk emberi kapcsolatokat. Megengedi azt, hogy átéljük talán, hogy milyen az, hogy gyermekek vagyunk. Megengedheti azt, hogy átélhetjük, milyen apának lenni, vagy anyának, milyen férnek, vagy feleségnek lenni. Hihetetlenül sokat tanultam abból, mikor apa lettem. Amikor először megfogtam ezt a kisbabát az ölembe, nem tudsz rá felkészülni. Elolvastam rengeteg könyvet, de amikor megfogod először, nem tudsz rá felkészülni. És fogom azt a kis néhány kiló apró kis csomagot, és azon gondolkodok, hogy mi az ok arra, mi a magyarázat arra, hogy potyog a könnyem, és nem tudom elmondani, mennyire szeretem. Semmit nem csinált még. Igazából csak megnehezítette az életünket minden létező területen eddig. És ezután is nem fog minket hagyni aludni. És hogy fogunk kinézni 2 év múlva, mint a zombik, akik nem alszanak éveken keresztül a gyerekek miatt. Nem tudom elmondani miért, de végtelenül szeretem őt. És emlékszek arra, amikor mentem haza a kórházból, hazafele beszélgettem az Úrral, és azt mondtam, Istenem, ez létezik? Hogy te valami ilyesmit érzel, amikor rám nézel. És akkor hadd mondjam, hogy Isten nagyon-nagyon közel jött hozzám. És tudod, mit mondott? Azt mondta, hogy Barni, el nem tudod képzelni, hogy mennyivel jobban szeretlek, mint te a saját fiadat. El nem tudod képzelni. És azt amikor először vittük őket haza, és látom az első, másik, harmadik gyereknél, hogy alszanak, és nézem őket, és gyönyörködök bennük, hogy szuszognak, és alszanak, és mondom, Istenem, te létezik, hogy így vagy velünk. És megint ugyanazt mondta Barni, el nem tudod képzelni, hogy mennyivel jobban szeretlek, mint te a sajátjaidat. El nem tudod képzelni. Te csak ajándékba kapod őt egy rövid időre, én viszont alkottalak téged. Megterveztelek téged. És szeretném, hogy ma megértené valamit az Istennek a szeretetéből. Hogy az ilyen. Nem tudod elképzelni, nem fogod megtalálni a határát. Elmehetsz Pál apostollal megkeresni, de azt mondja, hogy el nem tudod képzelni, milyen széles, milyen magas, milyen mély az Istennek a szeretete. És amikor megértünk valamit ebből, aztán belelépünk egy házasságba, és nagyon szereted a másikat. És tegyük fel a legrosszabbat, ami történhet. A házastársad újra meg újra megcsalna téged, és a szíved megszakad bele. Akkor az Isten azt mondja, tudod, hogy miért használom ezt a képet arra, mikor engem elárultatok? Mikor a népem hátat fordított nekem, mert a szívem szakadt bele ebbe. Az Isten magáról mondja, hogy olyan az ő népe számára, mint egy parázna nő. És ezt kellett átélje újra, meg újra, meg újra. És tudod, mit mondott Isten újra, meg újra? Hogy gyere haza. Olyat tett, amire egyetlen férfi, meg nő nem lenne képes. Hogy ennyi paráznaság után azt mondja neki, hogy gyere vissza hozzám, add és engedd, hogy szeresselek téged. Ilyen az Istennek a szeretete. Nem emberi. Az emberit azt már nagyon régen maga mögött hagyta. Isteni az ő szeretete. És annyit kér, hogy engedd, hogy így szeresselek téged, és engedd azt, hogy ezt odaadjam neked. Hogy te másokat így szeressél. Szeretném, hogy most megállnánk is, és megengednéd az Istennek, hogy közel jöjjön hozzád. Szeretném, hogy elhinnéd azt, hogy az Isten így szeret téged. Mert nem én találtam ki. A Bibliában állítja. És amikor kétségbe vonnád a szavait, akkor nézz fel a keresztre. Mi nagyobbat tehetett volna az élő Isten, mint hogy meghal értünk? Mi nagyobbat tehetett volna, hogyan tudta volna az Atya jobban kifejezni a szeretetét, hogy az egyszülött fiának azt mondta, hogy azt akarom, hogy a lehető legfájdalmasabb halál nemben meghaj, és az emberiség bűne rajtad legyen, és a Szent Háromság szinte bele szakadjon abba a pillanatba, amikor magadra veszed mindezt az átkot. Hogyan tudná az Isten jobban kifejezni nekünk azt, hogy így gondolja, hogy halálosan szeret minket? És olyan ő, mint egy férj, aki azt mondja, hogy féltőn, féltékeny szeretettel kívánja a feleségét, hogy csak az övé legyen. Erre vágyakozik Isten lelke bennünk, hogy az övé legyünk. És hív ma téged ma vissza magához, újra meg újra, még közelebb és még közelebb. És azt akarja, hogy nézd, ahogy én ma szeretlek téged. Azt szeretném, ha szeretnéd azt az embert ott melletted, mert képzeld el, ugyanúgy szeretem őt, mint téged. És ugyanúgy fáj az ő dolga, mint a tiéd. Akarom, hogy szeresd őt. Nem magadtól, hanem az enyémmel. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és most azt fogjuk tenni, hogy fogunk imádkozni egymásért. Hogyha abban a helyzetben vagy, hogy épp a férjed, feleséged melletted ül, esetleg mennyasszonyod, vőlegényed, akkor kifejezetten kérlek, hogy vele imádkozz. Imádkozzatok egymásért. Hogyha épp nem ül melletted senki, akkor nyugodtan magadban is lehetsz, vagy hogyha melletted ül egy jó barátod, nyugodtan imádkozzatok együtt. De szeretném, ha tudnánk ezt most megtenni, és tudnánk egymás életére áldást kérni, és áldást mondani, és kérni azt, hogy az Istennek a szeretete, azt tudjon a szívünkbe áradni, ahogyan megmondta nekünk adatot Szentlélek által. Én fogom majd hangosan befejezni. Azt kérem, hogy nyugodtan, bátran, egymás mellett, hangosan imádkozzunk most így egymásért. Legyen ez most ennek az ideje. Istenem, én magasztalak téged azért, hogy a világ végére mennénk, se találjuk meg a te szeretetednek a végét. Annyira köszönöm, Atyám, hogy így vagy, hogy így jössz ma felénk. Szeretném, Uram, ezt megköszönni, hogy az a szeretet, hogy te előbb szerettél minket. Uram, mi csak viszont szerethetünk, mi csak reagálunk arra, amit te tettél. És köszönöm, Atyám, hogy te ezt a szeretetet nem tartod meg magadnak. Te minket erre a kapcsolatra teremtettél veled. És köszönöm, Atyám, hogy arra bátorítasz minket, hogy ne tartjuk meg magunknak, hanem adjuk ezt tovább mi is. Éljük meg, Uram, ezt tőled. Kérlek, Istenem, hogy árasz ki a te drága lelkedet, szellemedet, Uram, és hadd éljük ezt át újra és újra csordultig, ahogy túl csordul belőlünk ez. Tudjuk, Uram, így szeretni az embereket körülöttünk, tudjuk nekik így bemutatni téged. Legyen, Uram, ez a te dicsőségedre. Amen.